Garfield. Magyar hangok. Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg Nagy Péter. Hangmérnök Hidvégi Csaba. Vágó Horváth István. Rendezőasszisztens Szász Andrea. Gyártásvezető Ráva Ildikó. Szinkronrendező Ulman Gábor. Producer Kovács Zsolt. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette. Macska az űrben. Ugye nem bánjátok, ha veszek itt néhány dolgot? Bánni? Ha ehető dolgot, miért bánnánk? Azt hiszem, húnyok egyet, amíg Ubul kidugja a fejét az ablakon, és hagyja, hogy csapkodja a nyelvét a szél. Miért? Egy kutyának ez is komoly intellektuális tevékenység. Ehető dolgokról fogok álmodni. Nagyon szép esténk van. Tiszta az ég, és látni a csillagokat. Ilyenkor mindig eszembe jut, vajon van-e élet a Földön kívül? Ki tudja, talán egyszer meglátogatnak minket. Kilencven nanoszekundum, és otthon vagyok. Csillagom! 500 évnyi adagot hagytam ott neked 300 éve. Jól van. Hazafelé veszek még egy kicsit. Most mehetek vissza a földre. A 21. századba. Jól van. Kapsz egy zselésvánkot is. Meg kell várnod az ajtó előtt, Ubul. Garfield, nem jössz? Nem tudok válaszolni. Egyrészt, mert nem tudok beszélni. Másrészt, mert alszom. Hamarosan jövünk. Na jó, 500 évre elég sajtos puffancs, és egy zselésfánk. Elég jó kis diéta. Van? Egy pók. Tudom, mit gondoltok, ez csak egy apró ártatlan pók. Nem árt senkinek. És igazatok is van. Úgyhogy tudjátok mit? Kilapítom ezt a pókot! Gyere csak! Na most! Most! Most tuti meg vagy! Na jó, akkor majd most! Na figyelj! Vége a dalnak, pók! Neked annyi? Ex-pók leszel! Laposabb, mint John, leglaposabb lepénye! Anyám, hol vagyok? És miért érzem úgy, hogy addig jó, míg nem tudom? John! Ubul! Van itt valaki ismerős? Akár Nermállal is megelégszem. Ha-ho, valaki! Nem tudom, hol vagyok, de az az érzésem, hogy itt szeretik a sajtot. Á, na végre! Itt egy ismerős! Szia, Cincin! Hoppá, te egyáltalán nem Cincin vagy. Bocsi, de eszembe jutott, hogy tök máshol kellene lennem. Csak nem itt. Gondolom, az sem javítana a helyzetemen, ha tudnák, hogy sose megerésztem. Segítség! Segítség! Srácok! Ne csináljátok ezt! Még nem is ettem vacsira semmit! Vacsira? Igen, vacsira! Hé, ezek elvisznek vacsorázni! Hát ez szuper! Nem, ez nem szuper! Jaj, ne!
itt a ketchup. Ajjaj, a saláta meg a paradicsom. Nem lehetne eltekinteni a hagymától? Köszönöm. Azt hiszem, hogy ez a szendvics elviterre lesz. Valamelyik kar csak elindítja, vagy legalább a rádiót bekapcsolja. Na. Amúgy sem szeretem a szőrös szendvicseket. Csak van itt valami könyv, ami leírja, hogy kell ezzel repülni. Ó, a használati utasítás! Megmenekültem! Na jó, nézzük meg a kormányzást. 19. oldal. 19. Megvan. A 19. oldal. A kormányzáshoz fogja meg a blint és tekerje három tribnyit a felső holdpont alá. Nem menekültem meg! Egy újabb fura bolygó. Vajon ki vagy mi él itt? Biztos valami szörnyű rém, rosszabb, mint azok a kardfogú egerek. Jön valami? Biztosan az egyik szörnyű rém. Már itt is van. A legfélelmetesebb, a legrusnyább lény lesz a világon, ez 100%. Hé, te meg ki vagy? Garfield a macska. Te nem lehetsz Garfield, én vagyok Garfield. Igen? Ha te vagy Garfield, biztos tudod, hogy mit csinálsz nap hosszat? Alszom, eszem és nyaggatom a kiskutyákat. Na és te mit csinálsz egy nap? Alszom, eszem és nyaggatom az ebeket. Hé! Mégiscsak Garfield lehetsz. De ha te vagy Garfield, akkor én ki vagyok? Én tudom, hogy ki vagy. Te vagy Garfield. Nem is különbözünk semmiben? Hát, azért van itt egy apróság. Például alkalmanként átváltozom. Micsoda borzasztó egy tapasztalat, pedig majdnem végig olyan helyes volt. Kíváncsi vagyok, ezúttal hova lyukadok ki. Hé! Ismerem ezt a házat. Ez a mi házunk. Ebben a házban lakom. Hazaértem! Mindjárt itt az ebédidő, és én hazaértem! Micsoda illat! John biztos valami nagyon finomat süt! Garfield, épp jókor jössz! Már kész is van az ebéd! Meglepetnek tűnsz! Nem tudtad, hogy itt mi mind póklények vagyunk? Nem igaz, Ubu? Sütöttem neked egy finom legyes lazanyát. Nem! És ha megettük a legyeket, kedvenc szórakozásunknak fogunk hódolni. Utára! Csapjátok le, ahogy ő is lecsapott minket! Ne, elég! Én szeretem a pókokat! Mindig is szerettem a pókokat, sosem bántanék egy pókot. Látjátok, még hazudni sem restellek. Kérlek, ne csapjátok le a macskát! Már meg is vagyunk, Ubul. Remélem, Garfield nem unatkozott nagyon az autóban. Minden rendben, Garfield? Garfield? Ubul! Garfield eltűnt! Hé, uram! Nem látott egy darancs színű macskát! Eltűnt a macskám! Mondja, mit vett? 500 évre elegendő! Sajtos pufit! Miért? Ó, tök mindegy! Eltűnt a macskám! Hadd rakjam be ezt a hajómba! Aztán segítek megtalálni őt! Hé! De hisz nem csak a macskája tűnt el, hanem a járművem is! Talán ugyanaz vitte el a járművét, aki a macskámat! Hívjuk a rendőrséget!
Nem kell ide, rendőr. Itt van ez a távirányító, amivel visszahozhatom a járművemet, ha netán elveszíteném. Ja. Muszáj visszajutnom ahhoz az űrhajó autóhoz. Jaj, ne! Ez itt akar hagyni? Ez időpocsékolás. Inkább felhívom a rendőrséget, és... Ugyan már, nyugalom. Látja? Garfield! Garfield, minden rendben. Épségben visszajöttél. Nos, akkor rendben. Visszakapta a macskáját. Haza kell mennem. Viszlát! Én sem tudom, mi történt, Garfield. És van egy olyan érzésem, hogy sosem tudjuk meg. Mindenit! Majd elfelejtettem a zselésfánkot! Az idő ura. Elaludtam! Vannak, akik ezt jó dologként élik meg. Néha olyan jó lenne megállítani az időt. Ébredj, Garfield, késő van! Csak akkor, ha csinálni is akarsz valamit napközben. Én csak fetrengést terveztem, szóval épp időben vagyok. Itt a reggeli lazanyád. A fagyasztott lazanyám még mindig fagyott. Bocs, ha nem lett veleg, azt hiszem elromlott az időzítő. Felejtsük el az időzítőt. Na mindegy, legalább a kávé rendben. Rohanok! Szia! Bizonyám, az új kávés ízesítésű Garfield macska már a boltokban. Elfelejtettem kitenni a kukákat! Mi az az izé nálad? Semmi, csak valami ózsdi zsebóra. Pár utcával arrébb haláztam ki az egyik kukából. Gondoltam, talán ér valamit. Egy szemét, egy fabatkát sem ér. John mindig panaszkodik, hogy sosincs elég ideje a dolgokra. Tudod, engem mi aggaszt? Hogy lesz-e elég időm befejezni a délelőtti alvásom, mielőtt elkezdeném a délutánit. Ne zargass, ha csak nem életbe vágóan fontos dolog. Vagy süti az oka. Felébresztettél. Ajánlom, hogy fontos legyen. Találtál egy régi órát? Mi ezen a nagy dolog? Lehet, hogy stopper. Nézzük csak, mi történik, ha ezt megnyomom. Mi? Azt mondja, nézzük csak, mi történik, ha megint megnyomom. Ez szuper! Nagyon jó! Hehehehe.
Talán csak egy közönséges, elhízott macskának tűnök, de ezzel a szerkezettel én vagyok az idő ura! Ura, ura! Meglátjuk, hogy fog John kiúrasztani az ágyból. Hét óra! Jaj, de! Elaludtam! Azt már nem vekkerem. Megyek, megcsinál... Így né. Aludtam még három felejthetetlen, gyönyörűséges órát, és ahogy látom, még mindig 7 óra van. Na, korog a gyomrom. Ideje, hogy John elkészítse a reggelit. Nálam a reggelit! Na, ezt nevezem én sietségnek, tehát van időnk. Tessék, Garfield, itt a gabonapejhed. 1% gabona, 99% cukor. Enélkül nem is lennék teljes értékű. De tudod csak miért? Tékkel szabad, Garfield? Napi egy tállal ehhez belőle. Fogadjunk. Hihetetlen, hogy ez az izé megállítja az időt, pedig így van. Már csak néhány házhoz kell kivinnem a postát. Kihagyom azt, amelyikkel folyton csak gond van. Ma nagyon nincs kedvem sétálgatni. Mi lenne, ha inkább stoppolnék? Nem, a lazanya evő macskás házhoz nem megyek sem. Hű-hű. Ahhoz, ahol az a sok csivava van. Miss Castinetti új protkót kapott, a nővére Márcs pedig meglátogatja őt. Nem megyek be oda, ahol az a sok ugató patkány van. Tennünk kellene ez ellen valamit. Minden éjjel rémálmaim vannak a kutyák miatt. Azt szoktam álmodni, hogy kínoznak engem a kutyák. Majd most megismerik egymást. Ne, szállj le rólam! Segítség! Mindenütt csivavákat látok! Segítség! Ne! Ne! Ezt a napot semmi sem ronthatja el. Szia, Garfield! Természetesen nem számoltam azzal, hogy még Nermálba is belefuthatok. Na szóval, mondd csak, Garfield, szerinted hogy nézek ki? De őszintén mondd meg, remekül, elragadóan, vagy eszméletlenül szívdöglesztően? De egyik válasz sem helyes. Éppen egy nívós macska szépség versenyre tartok. Hetek óta tréningezek, hogy enyém legyen a fődíj. Kívánj szerencsét, nem mintha rászorulnék. Azt hiszem, ideje teljesen átváltoztatnunk Nermált. Ha nem mond semmit, biztosan nem bánja. Hát ez jó. Így né. Ez a valódi éned. Na, akkor megyek is elvinni a verseny fődíját. Szia, Garfield! Ha nem megy, azért próbálkozz a cirkusznál is. Ismerem ezt a zebrát. Legalább egy év, mire vált a lámpa. Úgyhogy nem fogunk várni.
Rengeteg előnye van annak, ha uraljuk az időt. Ez jó móka. Na még egyszer. Jaj, ne! Nem tudjátok, hogy lehet ezt megjavítani? Nem már. Csak van valami módja annak, hogy újraindítsuk a világot. De mi van, ha elrontottam? Mi van, ha sosem tudom újraindítani? Azért annak is megvannak az előnyei. Bármikor ehetnék Vito pizzériájában, amikor jól esik. Hey, Vito! Jól esne egy frissen sült pizza? Megtennéd, hogy elkészíted? Nagyon éhes vagyok. Vito nem tud pizzát sütni, hogyha megáll az idő. Senki sem csinálhat semmit. Azok a remek emberek, akik lazánnyát sütnének, nem süthetnek lazánnyát. Az egész világ teljesen lefagyott. Hála nekem meg annak a hülye órának. Héthe! Gyerünk, csinálj valamit! Ne hagyd, hogy elmenjen melletted az idő! Mozduljatok már! Csak azért, mert megállt az idő, nektek még nem kell kővé merevedni. Egyedül maradtam. Senki sem tehet semmit rajtam kívül. Tehát mindent nekem kell csinálnom. Senki sem főz rám, és nem gondoskodik rólam. Ráadásul még tévé sincs. Ez mind a te hibád, te ostoba időmegállító szerkezet. Ne, elég. Az emberek újra mozognak, de mind visszafele megy. Visszafelé halad az idő, és én is visszafelé megyek. Hűd a lágámas nyomit, üstház, nyitnud, ne lodit. Ne nézd, óra, vaze. Ne hérd alom a gati. Mosába, hogy tőle légy, nagy zelje fel. Hűd a nagy világán. Már 7 óra! Nem! Elaludtam! Vannak, akik ezt jó dologként élik meg. Néha olyan jó lenne megállítani az időt. Dehogy lenne! Ez volt életem legrosszabb. Utálatos rémálma. A nermálos részt leszámítva. Az gyönyörű volt.